Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Breuer Péter. A Pirkadat mai vendége... Ez Máriusz, a KDNP Fidesz padsoraiban a magyar parlamentben ül, mint országgyűlési képviselő, és az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos. Hú, de hosszú. Napot kívánok. Hát rövidebb, mint az előző volt, ami kerékpározásért és aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztos. Voltam 2016-tól 2018-ig, úgyhogy ez egy kimondottan rövid név, az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos. És azt akarja mondani nekem a képviselő úr, hogy tulajdonképpen a sportot, a kerékpározást azt már le is adta? Nem, hát az aktív Magyarországban minden benne van. Tehát az én feladatom az az, hogy próbálják meg rávenni az embereket, megteremteni a feltételeket ahhoz, hogy többet elmozogjanak mind a mindennapukban, mint pedig szabad idejükben. Tehát, hogyha megnézzük az adatokat, akkor azt látjuk, hogy az a panasz, amit sok magyar ember elmond, hogy nehéz az élet, az valóban igaz, átlagosan egy ilyen 15-20 kilóval fejenként nehezebb a szükségesnél, és ez jelentős részben egyébként a mozgás hiányból fakad. És de ne a körúton akarja mozgatni minket, tehát ne ott rajzoljon nekünk biciklipályát, mert az nem fog menni. Mindenhol érdemes foglalkozni azzal, hogy többet mozogjunk, tehát most a Covid is rámutatott arra, hogy az a mozgásszegény életmód, hogy rossz fizikai állapotban vagyunk. Én a Covid alatt 12 kilót fogytam, mert megkaptam a Covidot, de hát... Az azért súlyos következményekkel jár, tehát hogy nyilvánvalóan, ugye nem tudjuk megmondani, hogy kire a betegség milyen hatással van, de azért az látszik, hogy azért a nagy számok törvény alapján, aki rosszabb fizikai állapotban volt, kevéssé élt egészségesebb életet, azt azért sokkal jobban, könnyebben megkapta. Azt jobban megütötte egyébként a Covid. Úgyhogy itt a feladatom az tényleg az, hogy a mindennapokban is mozogjanak többet az emberek, ezért indítottuk el az aktív Magyarországért, aktív településekért programot. Ennek keretében mondjuk futókörök építését támogatjuk a városokban, bringaparkok építését, hiszen a gyerekeknek mondjuk 7-8 éves koráig vannak játszóterek, de aztán én is néztem a 9 éves gyerekem, hogy hova menjek, mert libikókát már kinőtték, meg a hintát is. És miket talált? Hát nem nagyon találtunk semmit, úgyhogy ezért is például a bringapark programot, hát a Görpark. De hát ön most már lassan 4 éve, vagy így 5 van, éve hát most felel ezért. A gyerekeim azok már ennél nagyobbak, úgyhogy hát 60 bringapark építését támogattuk a városainkban. Ez mit jelent tulajdonképpen bringapark? Magyarázzuk meg. Többféle lehetőség van. Az egyik, hogy a leggyakrabban építettek ezek a pumpapályák, hogy le van bitumenezve egy ilyen nagyon hullámos rész, és ott a gyerekek szempontjából ez mindenképpen kihívás, hiszen úgy lehet ezeken a hullámokon végigmenni, hogy közben nem tekernek, hanem pumpáló mozgást végeznek, hát nagyon-nagyon szokták élvezni. És közben a biztonságos közlekedést is megtanulják? Biztos, hogy a kerékpárkezelésük az nagyon-nagyon sokat javul ez alatt, és amikor esetleg kimennek a forgalomba kerékpározni kerékpárral, akkor sokkal biztonságosabban, biztosabban, jobban kezelik a kerékpárt, mint előtte. Tehát 60 ilyen pályának az építését támogattuk eddig. Most ki fogjuk írni a következő évi pályázatot, és egy ilyen 30-40 szerintem abban is szerepelni fog. Az idősebb korosztály szempontjából pedig nagyon kedvező, hogy futókörök építését is támogattuk. Éppen tegnap volt a futókörök napja, ahol megversenyeztettük azokat a településeket, ahol futókörök épültek a mi segítségünkkel. Óriási volt a siker, 10 ilyen település volt eddig, és a legjobb települések azok jóval 3000 fölötti kilométert teljesítettek a tegnap nap folyamán, úgyhogy ilyen nagyon izgalmas verseny volt. A pártok is akkor megrégyelik attól, hogy ennyi ember tudnak nagyon izgalmas aktiválni. Verseny volt, és hát ezen kívül még sok mindenen gondolkodunk. Például most gondolkodunk, hogy a tél folyamára segítsünk a településeknek, hogy ilyen kisebb jégpályákat építsenek, amit hétvégén is lehet használni, munkaidő után. De és ez a család együtt.
A kicsik is és a nagyobbak igen, is. Igen, és iskolai időben is például be tudnánk segíteni abban, hogy a mindennapi testnevelés az megfelelőbb körülmények között mondjuk egy jégpályán történjen. Ez izgalmas. Sok-sok ilyen programot indítunk. Ez a városi mindennapos testmozgás területén, a másik pedig, amit még említettünk, az a hétvégén szabadidőben hogyan lehet mozogni. És hát itt tényleg turistaházakat, kilátókat építünk, újítunk fel. Az elmúlt 4 évben 98 turistaháznak a felújítását támogattuk. Most ne folytassa, most meg fogom akasztani, mert már úgy tűnik, mintha egy dialógot mondana, és mintha ön egy szakpolitikus lenne, és csak ezzel foglalkozna. Én most egy pillanatra lehet, hogy nehezen fogja venni, de szeretném emlékeztetni, itt érdekes dolgok történtek egy alkalommal, amikor ön is az elszenvedője volt. Talán nem véletlen, hogy most éppen indítottak egy petíciót egy Gyurcsány, és nem tudom, még Karácsony ne kerüljön a hatalomba. Ennek persze egy pontosabb neve is van. A mosolya már is... Stop. Stop. Önnel történt akkor, amikor ezek az urak, mondjuk nem a Karácsony, hanem az ex-miniszterelnök úr vezette ezt az országot. Mennyire jön ez még éjszakánként elő, ami önnel történt? El tudja egyáltalán ezt felejteni? Van erre bocsánat? Igazából azt kell mondjam, hogy nem kell elfelejteni, mert nem emlékeztem rá soha, tehát hogy ilyen amnéziás tüneteim voltak, tehát igazán soha nem tudtam se a bírósági tárgyaláson, se a családban felidézni, hogy mi történt azon napon, mert nem emlékeztem rá. Kétség kívül, hogy rendkívül szomorúságos az, ami 2006 őszén történt Magyarországon, tehát egy demokráciában olyan, hogy több ezer rendőrt azonosítás nélkül kivezényelnek az utcára, agyba főbe vernek embereket, ilyen nem nagyon fordulhatna elő. De szerintem ennél sokkal-sokkal súlyosabb, amíg ezt lehet fokozni, az a gazdasági álmokfutás, amit egyébként Gyurcsány Ferencék kormánya végzett, tehát bele kell gondolni, hogy amikor átvették a kormányzást 2002-ben, akkor az eladósodás mértéke az mondjuk 52% volt, aztán mikor átadták 2010-ben, akkor pedig 82% volt, tehát hogy 30%-kal növelték 8 év alatt, de mindezt úgy, hogy közben egyébként a szegénység és társadalom kettészakadása az csökkent, és úgy, hogy például Szlovákia és Lengyelország elszáguldott mellettünk ebben az időszakban. Tehát 2010-re Szlovákia az egyfőre vetített, hogy hívják ezt, ilyen validált GDP számításban, 7%-kal járt előttünk, miközben egyébként 2002-ben még mi jártunk Szlovákia előtt. Tehát, hogy elég súlyos volt ez a gazdasági álmokfutás, aminek nagyon hosszú időn keresztül viseltük a következményeit, a nehézségeit. Itt egyetlen számot hadd mondjak, amit nem nagyon szoktunk mondani. Amikor 2010-ben a kormányváltás megtörtént, akkor az adósság szolgáltatás az egy évben 1500 milliárd forint volt. Hogy állunk ma? Ennek hát most egy kicsit kevesebb, de ennek a 3/8 részét, hiszen mondjuk a 80%-ból 30%-ot az utolsó 8 évben ők kértek alá, a 3/8 részét azt Gyurcsány Ferencék kormányához lehetne kötni, tehát hogyha maradt volna azon a szinten, amivel átvették, nem csökkent volna, akkor 3/8 kevesebb lenne. Hogyha csak kiszámolnánk, hogy a 1500 milliárd forintnak a 3/8 az mondjuk 550 milliárd forint minden egyes évben. Minden évben ennyit kellett az ő álmokfutások miatt fizetni, akkor ehhez már csak azt tenném hozzá, hogy mondjuk a Grupa Marinának az építési költség az 12 milliárd forint. És még egyszer mondom, hogy évente a Gyurcsány Ferencék gazdasági álmokfutása miatt 550 milliárd forintot vagyunk kénytelenek mosnival átkötni, és a adósságszolgáltatás fejében kifizetni. És ez még egy optimistán számolt összeg, mert ebben nem kalkuláltuk bele, hogy magasabb árfolyamon adtak nekünk hitelt, magasabb kamatokkal, és ez egyébként a régebbi. Mi a helyzet ma? Hát most azért... Ők azt állítják, ez a francia saláta összefogás, hogy addig nem kapjuk meg az Európai Unió által
az újjáépítést, az újrakezdési alapot és semmit egyáltalán, ameddig nem ők vannak hatalmon. Hát igen, ez nagyon keményen dolgoznak azon, hogy ez így legyen. Tehát ez nem egészen, az árulás? Egyszer a nép nyelvén? Egészen durva egyébként, amit Brüsszelben Magyarország ellen azt az aknamunkát, amit... De önöknek is nagyon sok képviselője van ott, nem kéne gyorsan visszalépni valahova is? Elvégeznek, hát a képviselőink azok nagy küzdelmet folytatnak Brüsszelben, erről időnként a televízió is tudósít, de tényleg egészen elképesztő egyébként az az aknamunka, de szerintem józan ember, aki egyébként ránéz az adatokra. Most azért látszik, hogy a DK a Jobbikkal összefogva az egész ellenzéki összefogást azt a porba nyomja. Tehát józan ember, hogyha mérlegre teszi... De hogy lehet a húsost a teljesen összekeverni? Szóval... A józan ember mérlegre teszi, hogy mi történt Magyarországa 2002 és 2010 között, és mi történt 2010 és mondjuk 2020 között, akkor se gazdaságilag, se társadalom politikailag nem juthat arra a következtetésre, hogy ezt a DK-s korszakot ezt érdemes lenne visszahozni Magyarországon. Úgyhogy én nagyon bízok benne, sőt biztos vagyok benne, hogy a magyar társadalomnak lesz annyi bölcsessége, hogy ezt nem fogja hagyni. Teljesen profi végszóra értünk. Sajnos a beszélgetésre szánt időnk lejárt, de visszavárjuk. Kedves nézőim, az elmúlt szűk negyed órában Révész Máriusz, az Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos, Fidesz-KDNP Pacsoraiban ülő országgyűlési képviselő, az akkori események egyik elszenvedője volt. Most előzetesek és közkívánatra megismételjük Oberlander Lubovicsi rabbival készült riportunkat, amit a szombat szentsége miatt sokan nem tudtak látni, úgyhogy most megismételjük, aztán jövünk vissza. Köszönöm, hogy velünk volt. Tehát előzetesek Oberlander Báruk következik felvételről, és utána jövünk vissza. Tartsanak velünk.